ce qui est commun à la base, mec. Gyerekek, újabb nap, újabb videó, pénteki nap van, újra szerencsét próbálok Santa Monica-n. Itt a kalapom. Van egy kalapom, meg van egy kis hangfalam, egy kis vizem. Kicsit van egy hely, kiszoktam oda állni, és megpróbálok egy kis pénzt csinálni. Múltkor is 20 perc alatt csináltam 10 dollár. Most jobb az idő, úgyhogy megpróbálok egy picit több pénzt keresni. Lássuk, hogy hogy fog menni. Felteszem a felkamerát, lemegyünk a helyre. Sétálok vissza az autó felé. Kettőkor jöttem ide, ugye? Most van 5 óra. De kettőkor pont nem voltam itt, úgyhogy ilyen. Azt mondanám, hogy durván 2 óra, 2 és fél óra alatt. Szóval, azt akartam, hogy csak álljuk itt a zenem elő, hogy durván olyan 2 és fél óra alatt semmi extra nem csináltam. Volt egy fal ott, ahol láttátok, hogy megálltam, ilyen 3 lépcső. Sajnos nem tudtam levideózni, mert nagyon nyüzsgés féltem, hogy a kamerát elviszi valaki, észre se veszem. De hát a 2,5 óra alatt kerestem 35 dollárt. Szerintem az egész jó volt, például a múlt havi YouTube pénzem 25 dollár volt. Úgyhogy szerintem az a 2 óra, 2,5 óra biciklizéssel, a 35 dollár, szerintem egész korrektű hangzik is, és ma nem volt még az a nagy szezon, tehát én nem tudom, szezonban szerintem tényleg itt 100-200 dollárokat lehet simán keresni naponta, gondolom én. Aztán nem tudom, mert még sosem voltam, közben figyeljtek! Ugye itt a Kaliforniában a fű legális lett, úgyhogy most itt az üzletekben is árulják. Igazából, hogy januártól lett legális a fű, de az emberek tök normálisak, nem ölik meg magukat, nem mennek fel a falnak, mindenki nem bolond, úgyhogy én nem tudom ezt a fűes dolgot is hova tenni. Otthon ugye börtönbe kerülsz, itt meg lehet venni az úton. Hihetetlen azt elmondani itt azért Venice Beach-en, ahogy sétálgatsz, szétnézel, és mindenfele csajok, emberek, artisták, mindenfélék. Úgyhogy ja. Továbbra a mai plenem az az, hogy sokan kértétek, hogy legyen Supermarket Challenge Amerikába. Úgyhogy elmehetileg, hogyha minden összejön, akkor elmegyek a Westfield Supermarketba, és itt van egy olyan üzlet, hogy Leeds, ahol csak ilyen sapkákat csinálnak. Tudsz személyre szabott sapkát csináltatni. Kiválasztod az alapmodellt, kiválasztod, mit akarsz rá kimeztetni, és ott helyben megcsinálják. Úgyhogy a mai Supermarket Challenge-nek a mission-e az lesz, hogy felmenni a Leedsbe, a Westfieldbe,
és kérlek szépen csináltatni egy Urban Gabi sapkát. Lássuk, hogy Amerikában hogy veszik majd, hogy fogadják, hogy a szupermarketba biciklizek. Úgyhogy, ja gyerekek, jövök majd vissza. Szerintem amire odaérek, biztos, hogy be lesz sötétedve. Felteszem majd a fájkamerát, és csak azzal fogok bemenni. Úgyhogy, jövök vissza majd szupermarkettől. Itt vagyunk a Sherman Oaks-i Westfield bevásárlóközpontba. Mint említettem, akarok egy ilyen Orbán Gabi sapkát csinálni. Csinálnak ilyen faszak is full cap-eket, felhímezik helybe a logót, és úgy döntöttem, hogy bemegyek bringával, és akkor bringával majd megállok az üzlet előtt, veszek egy sapkát. Úgyhogy ez egy ilyen supermarket challenge, de itt most ugye a mission az az lesz, hogy vegyük meg a sapkát. Úgyhogy tartsatok velem! Oké. Már ben voltam gyalog, megnéztem, hogy milyen sapkák vannak. Illetve mennyi az ára, kiválasztottam, úgyhogy tudom, mit akarok. Most bemegyünk a Flash-re, ugye van nálam egy Flash. Westfield Supermarket Challenge elindult. Amíg senki nem lát. Menjünk hátrafele. Mint látjátok, nem nagyon szól senki semmit. Ide jöttünk pont, ide a lézbe.
Okay. Then thank you for your time. What's your name? I'm Orban Gobi. Oh, thank you. Okay, man. So I will make a resize for the logo and then I will come back. That will be the easier part. Yeah, fix it so we can put it on the hat, man. Okay, thank you. Bye. Gyerekek, az van, hogy újra kellett volna méretezni a logót, és a srácok nem értettek hozzá, és inkább, hogy elbasznánk, újra méreteztetem valahol a logót, és visszajövök. Mi látjátok, nem nagyon szögdösnek a security-sok se, lehet bringázni. Itt most az élen nem megyek éppen, mert fájrásnék. Hogy yeah. Nobody said nothing, man. So gyerekek, mint mondtam, sajnos a logót újra kell méretezni, nem tudták megcsinálni most a sapkát, hogy valamelyik nap majd még vissza fogok jönni, de láthattátok, hogy nem nagyon szólt senki semmit azért, hogy én bringázok benne egy szupermarketba, sokkal lazábbak, sokkal jobban leszarják, nem érdekli őket inkább, úgyhogy, ja, úgyhogy ennyi lett volna már ez a videó, ha tetszett, akkor nyomj egy nagy lájkot, nyomd meg a kis csengőt, hogy nem marad rá semmiféle feltöltésről. A mai napi komment az megy ide. Orbán Gabi voltam elejből. Peace! My bike, I want to